A mai feladat az lesz, hogy két csapatba osztunk benneteket, és mind a két csapatnak dominókat kell építenie. Éppen a napi feladatot osztják ki a kockaparkban megtartott LEGO táborban. A gyerekek 5 éves kortól jelentkezhetnek, hogy hetes turnusokban egész nyáron gondtalan játékkal töltsék a napot, miközben persze a kreativitásuk is fejlődik. A Kockajáték Kft. Az 8 éve szervez LEGO tematikájú táborokat. A második kerületből indultunk, aztán a város két különböző pontjára tettünk ki táborokat. Most itt a Kamponába csináljuk már 3. éve a kockaparkban a állandó kiállításunk mellett a tábort. Itt egy 1000 négyzetméteres kiállítás mellett van a táborosoknak egy külön helységük, de azért ki tudnak jönni itt ugye a kiállítási területet, van nekik úgymond tér. A legózás mellett ugye a szokásos nyári programok, tehát le kell, ha az idő engedi, ugye, mert kánikulában azért nem, de amikor lehet, akkor visszük őket azért levegőztetni, vannak mozgások. Ha szülők engedik, akkor van, aki hiszboxozhat is egy kört, tehát hogy de legtöbbet lesz legóznak természetesen. Bárki jöhet, aki úgy érzi, szeretne változatos feladatokat megoldani, és több ezer kockából építeni nap mint nap. Mi tetszik a táborban? Nekem az tetszik a legjobban, hogy egész végig csak legózunk, nagyon sok a legó, és mindent lehet építeni saját kreativitás szerint, mindent. A tábor nagyon jó, sokat lehet játszani, sokat építünk, sok új barátot találok itt is. Igen, mutatom pillanat. Így, ez most például egy 3 magas, de lehet 5-8 csapaton belül eldöntitek, de minimum 5 kocka magas. Lehet óriási dominó. A heti turnusok napi feladataiban többek között terepasztal építés, vonatvezetés, szabad és irányított építés, csapatversenyek és szabadtéri programok is szerepelnek. Mivel a LEGO-nak adott alkatrészei vannak, tehát nincs az, mint a modellezésben például, hogy akkor én most szeretnék építeni egy fát, és akkor meg tudom venni a fa alkatrészt. Tehát, hogy itt igazából nincs ilyen, hanem adott alkatrészekből kell összerakni. És a legérdekesebb része a legózásnak az, amikor már bonyolultabb formákat akarunk kirakni, olyan formákat, amit a LEGO alkatrészek nem mindig engednek. És olyankor kezdődik a sakkozás, hogy hú, most akkor legyen 2-vel kisebb kocka, de akkor kicsit odébb kell tenni, és akkor itt már tulajdonképpen a matek része is bejön a dolognak, mert tehát a LEGO-nál nagyon szépen lehet arra építeni, hogy geometriailag különböző formák, idomok hogy jönnek ki. És igazándiból szerintem a legózás itt kezdődik, amikor nem a gyári készletet rakjuk össze, hanem azokat variáljuk, és saját fantáziánkból építünk. A héten már volt olyan, hogy kellett állatot építeni, vagy gyümölcsöt, meg még tegnap volt az, hogy építettek kb. Úgy oda, ahol van a kamera, egy nagy kastélyt, igen, amit le kellett rombolni, és kétfajta dolgot lehetett építeni. Egy katapultot és egy faltörőkost. Az 1500 négyzetméteres családi élményközpontban augusztus 14-ig maximum 40, minimum 12 fővel indítanak tábort. Még vannak szabad helyek, nem csak fiúknak. A kreativitásnak a legjobban kiélhető módját testesíti meg maga a LEGO játék azzal, hogy a különböző formájú alkatrészeknek az egyszerű kötés típusával nagyon jól variálható, és azért a gyerekek nagyon jó dolgokat tudnak belőle építeni. Itt a táborban nagyon kijön az, hogy a gyerekekben iszonyú kreativitás, iszonyú fantázia van. Otthon nem azért nem építenek olyan nagy dolgokat, mint itt a táborban, mert nincs otthon fantáziájuk, hanem azért, mert ott egyszerűen nem áll rendelkezésükre több száz kiló LEGO kocka, esetleg úgy, hogy 500 darab 204-es piros kocka, amiből akar csinálni egy valamit. Itt viszont ugye a lehetőség adott, és itt ki tudják élni magukat.